közelmúltban Eger adott otthont a női ökölvívó magyar bajnokságnak. 45 egyesület 142 versenyzője között újpesti boxoló is indult. Vendégem Pécsini Lázár Melinda. Szia Melinda! Azért gondolkodtam egy picit, hogy hogyan kezdjem, mert azt szerettem volna mondani, hogy ez volt az utolsó versenyed, és elbúcsúztál az amatőr ökölvívástól, de mint mondtad, hogy még idén lesz egy megmérettetésed. Igen, hát ez volt az utolsó magyar bajnokságom. Olyan szerencsés vagyok, hogy már harmadszor búcsúzhattam el az amatőr ökölvívástól. Ugye 2007-ben olyan szabály volt még, hogy az életkor a hónap nap számított, és 2007-ben elbúcsúztattak, hogy nem indulhatok a következő 2008-as női magyar bajnokságon, mert hogy júniusi vagyok, akkor csak júniusig boxolhatok. És másik évben lett egy új szabály, hogy nem a hónap nap számít, hanem az év, és akkor 2008-ban is el tudtam indulni, ott is elbúcsúztattak. És tavaly jött egy új szabály, hogy 40 éves kor a határ, így már tavaly elindulhattam, csak meséltem múltkor neked, hogy volt egy takarításos baleset, amit elvágtam az új percemnél a bőrt meg az intis, és meg kellett műteni, és emiatt tavaly nem tudtam indulni, és idén több versenyen már részt vettem, és a magyar bajnoksága ugye a csúcspontja az ökölvívásnak, így az amatőrök között, és arra készültem egész évben, és ez volt az utolsó magyar bajnokság. Magyar bajnokság volt utolsó. Ne szaladjunk ennyire előre. Azt mondtad, hogy 2007-2007, durván 5-5 és fél évig, hát nem léptél szorítóba. Igen. Ugye ezt nagyjából jól számoltam ki, bár számtamból nem vagyok az igazi. Hogy lehet, meséld el nekem, hogy 5 év után hogy lehet ismételten beszállni a kötelek közé, hogy, tehát mi indult el a kis fejedbe, hogy ismét elkezded? Hát a bizsergés az nagyon elindult. Nem hagytam el én az ökölvívást, mert én az UT-ban én lementem, edzéseket tartottam a Farkas Józsival, Farkas Marcival, Ács Józsival, és benne voltam ebbe a körforgásba, csak ugye ezek az éles kesztyűzések, meg ugye más edzést tartani, és mást részt venni az edzéseken. És volt, hogy beálltam én is kesztyűzgetni a srácokkal, én is iskoláztam, mit tudom én, zsákoltam, meg minden, de nem vettem részt 100%-osan az edzéseken, hanem ugye hibát javítani, tanítani, inkább az volt a fő feladat. És azért nehezen dolgoztam föl 2008-ban, hogy abba kellett hagynom, vagy másfél évig, én nem tudom, én nagyon sajnáltattam magam, mert engem megviselt lelkileg, hogy nem boxolhatok tovább. Közben meg volt egy nagyon ilyen hátfájásom, volt csúszva a csigolyám, és nem is ment akkor. De Melinda, és, mi az, ami behajt téged a szorítóba? Komolyan, tehát hát azért ez nem egy olyan játékos sport, azért itt pofonokat osztanak, fájdalom van. Miért mászik be egy hölgy a szorítóba? Hát nem mászok, beugrok. Beugrik, bocsánatot kérek. Én nem tudom, ez az adrenalin, meg nem tudom, hogy egy katarzis. Szóval egy olyan érzés, amikor bemész, és teljesítesz, és megcsinálod, és legyőzöd a másikat, nem csak erőben, hanem technikába, taktikába, kicsit rafinált vagy, kicsit játszol vele, és egy jó érzés. Az ugyanolyan, mint nálad egy pingpong versenyt megnyerni, hogy van egy kezdő, elkezded egy kicsit nyesegetni neki, egy kicsit odaszurkálsz neki, hogy azért tudja, hogy kivel van dolga. És utána, amikor van egy olyan ellenfeled, aki hopp, már megfog, akkor van inspiráció, és van miért küzdeni, és miért fejlődni. Hát én kihagytam most 5,5 évet, de én amikor megtudtam, hogy 40 éve a korhatár, én örömmel mentem vissza a kötelek közé, és nagyon örültem neki, hogy nem tudtam annyira felkészülni edzésileg, de a rutin meg az évek azért hozták azt, hogy meg tudtam úgy oldani, hogy kevesebb edzéssel is győztes meccseim voltak, és ugye volt, amit nálad, hogy be tudtunk számolni, hogy a Budapest bajnokságot meg is nyertem. Utána volt egy testvérvárosok kupája, ami a legtechnikásabb versenyzői címet is elnyertem, és ott is TKO-val nyertem, hogy vidd föl. Ez az ökölvívás egy érdekes sport. Valahol már említettem azt, hogy igazságos, nagyon-nagyon igazságos, mert ha nem figyelsz oda, előbb-utóbb pofont kapsz. Tehát nagyon kell figyelni állandóan. Ezeket a pofonokat meg lehet szokni? Hát
meg. Hát nem fájnak ezek a pofonok. Menj, szóval, igen, ez a bizonyos fájdalom küszöb, ez hol van nálad? Én meséltem már neked, hogy engem fiúkkal boxoltam, akkor volt, hogy egy picit így megfogtak, hogy meséltem, hogy egy gyomorszájas, egy ilyen vesését kaptam, ami rosszul esett, meg volt egy felütés, amitől úgy bekönnyeztem, hogy potyogtak a könnyeim, de hidd el, hogy nem fáj. Nem fáj. Szóval, hogy ha mondjuk a bordádat eltalálják, és ugye ott lesz egy trauma, egy zúzódás, az tényleg nem jó érzés, tehát az ember nem sír, hanem végigcsinálni. Volt egy verseny vecsésen, Pap Nikolettával boxoltam, aki most magyar bajnok lett 69 kg-ba, és őtől kaptam ki először. Hát ő nagyon szépen eltalálta a bordámat, hogy utána az Uzsoki utcai kórházba mentem röggelre, de csak zúzódásom lett, de ahogy vettem a levegőt, beszúrt, akkor egy hónapig nem boxolhattam, utána úgy mentem el Érdre egy versenyre, hogy edzés nélkül, mert ugye még fájt egy picit a bordám, és ott megint tudtam győzni a rut, szóval hogy meg tudtam oldani, hogy nem voltak ilyen problémáim. Ahogy miközben beszélsz, nézem az arcodat, csillog a szemed. Én elég sok ökölvívóval találkoztam már az életben, fiúkkal inkább természetesen. Hát nincs mit szépíteni a dolgon. Volt, akinek látszott a fején, hogy már elég régen műveli ezt az igazságos sportot. Rajtad nem látok semmit. Tehát nincs szétütve az orrod. Ja, most a madárról, beszéljünk a erdei madárról. Látszik rajta, hogy ökölvívó volt. Kovácskókon is látszik. Hát azért a legnagyobbakon is, meg a néhány versenyen is kín voltam, látszik az embereken, hogy itt röpködnek a pofonok. Téged elkerülnek, vagy nagyon hamar regenerálódsz? Hát azért tudni kell, hogy nem volt olyan lehetősége, mint mondjuk a Kokónak, vagy az Erdei Zsoltinak, hogy nem tudom, 300-400 meccse legyen, és ha azt nézem, akkor mondjuk 15%-ban nyújtottam én így teljesítményt, és nincsen... Szóval, hogy nem volt annyi lehetőségem versenyezni. Ugye az 5,5 év kimaradt, egy-két lány van, aki erősebb nálam, és akkor azt megérzi az ember, de mondom, hogy nem történt, hogy egy monoklim nem volt ebbe az évbe, hogy le is kopogom, ne is legyen. És ez az egy bordasérülés volt, ami azt mondom, hogy rosszul esett, és ki kellett pihennem, de... akik több meccset vívnak, ugye abban benne van a sérülés, hogy sajnos a fiamnak is volt most két orrsérülése, és emiatt a magyar bajnokságon nem tudott úgy részt venni. Beszéltik, egy helyzetben vagytok, hölgyek, egy kis puder, egy kis smink, és ugye a monokli is elmúlik. Volt rá példa, hogy például Csávi Bettinával edzésen boxoltam, és azért kaptam nekem elég karikás a szemem, és kaptam egy ezt nagyon szép ütést, és monoklém lett, és akkor férjem mondta, hogy a legnagyobb napszemüveget vegyem föl, hogy nehogy azt higgyék, hogy őtől kaptam ki. Hát de... ha már a férjedről esett szó. Gondolom akkor, amikor hát x évvel ezelőtt lehúzták a redőnyt, és azt mondják, hogy na, Melinda, itt a vége, nincs tovább ökölvívás. Hát megnyugodott végre, nem verik az asszonyt laposra vagy nem laposra az edzéseken vagy a versenyeken. És amikor azt mondtad neki, hogy jó napot kívánok, szia, akkor újra versenyezni fogok. Hát mit szólt? Hát nem mondtam el először neki. Hát nagyon, nagyon nehéz, mert tudom, hogy nagyon szeret, meg nagyon félt engem, és hát elég nehezen jött ki a számon az, hogy vissza szeretnék menni boxolni, és mivel hogy ő látta rajtam, hogy engem megint fölpesdített, megint nagyon jól érzem magam, és megmondom, hogy nekem ilyen megnyugvást, örömet okoz az ökölvívás, és nagyon szeretem a tisztességes sportot, és megmondom őszintén, hogy ő belenyugodott így ebbe, és segíti a felkészülésemet is, meg a munkámat is. Hát kell, hogy segítse, vagy kellett, hogy segítse ilyen sokáig. Bírtad azért a teremben és a ringben. Beszéljünk egy picit az utánpótlásról, beszéljünk a fiadról. Hát amikor róla esik szó, akkor mindig megcsillan a szemed, majdnem, hogy könny szökik a szemedbe. Nagyon tehetséges kis kölök. Mi hiányzik egyelőre még belőle?
Hát én nagyon szeretném, hogyha ugyanúgy szeretném, vagy ugyanolyan motivációval lenne, mint én az ökölvívás iránt. A legutolsó meccsén volt egy orrsérülés, ami miatt megint egy hónapot ki kellett hagyni, de utána velem fölkészült a magyar bajnokságra, és mivel hogy a Farkas Józsi vezetőedző ugye nagyon sokat volt táborban, a Marci egyedül maradt lenn a terembe, és ő az én magyar bajnokságomra se tudott eljönni, és az Erdei Zsolt Akadémiához fordultam, ott lakok mellette, és kértem ott segítséget. Ott beszéltünk már, hogy a újpesti edzők voltak ott, a Gregory Krisztián, Ács Józsi, és hogy majd velük elmegyünk ezekre a versenyekre, és engem a Gregory Krisztián segített a magyar bajnokságon, és a Zsolát el is vitték az IFI magyar bajnokságra, ami Debrecenben volt, és az Erdei Zsolt meg a Gregory Krisztián volt a sarkába. Hát ez nem kis dolog azért, igen, egy gyereknek. Igen, igen. Azért egy Erdei Zsolt adja a tanácsokat. Én azt gondolom, hogy ha más nem, akkor ez doppingolni fogja a kölköt. Remélem így is érzi. Milyen a kapcsolat az UTE? És akkor beszéljünk egy picit a Madár Akadémia között, mert így a szavaidból ítélve fantasztikus. Hát én a Vida Józsit szeretném felhozni, hogy ő vezeti az Erdei Zsolt Akadémiát, és ő teljes támogatást adott ebbe, hogy mondta, hogy nagyon szívesen elviszik a Zsolát, mert hogy a Újpesten most nem tudtak segíteni ebben, hogy elvigyék, mert ugye a Marci egyedül maradt lenn az Újpestbe, és ugye edzéseket meg kell tartani, és innen is szeretném megköszönni neki a segítséget, ugye akkor az Erdei Zsoltinak és Gregory Krisztiánnak is, hogy támogatták őt. Jó kapcsolat van a két egyesület között, mert segítik így egymást, segítjük őket is, és én fel is ajánlottam ott a lányoknak is, hogyha esetleg, hogyha kesztyűzésről van szó, akkor nagyon szívesen segítek, hogy átmenjek hozzájuk kesztyűzni. Van egy 69 kilós lányuk, akivel már korábban kesztyűztem lenne az utéban, mert a Zuglói Sportegyesületnél boxol, és ő is már akadémista, és van három lány az Erdei Zsolt Akadémián, ahol számítanak rá, és akkor külön foglalkoznak így a lányokkal. És ez egy nagyon jó érzés, hogy azért most már lányokat is viszik föl a táborokba is, úgyhogy innen az akadémiáról van lehetőség ugye nekik többet versenyezni. Beszéljünk egy picit azért rólad, mert mégiscsak te vagy a vendég. Nem is vagy vendég. Hazajársz már hozzánk, hál' Istennek. Áttekintek a túloldalra, kedves nézők, itt az asztal túloldalára. Hát nem illik ezt mondani, egy pici pocakot látok ott. Te takard el. Ez a császár. Igen, ez a császár szalonna, de mint említetted, lesz még egy versenyed, amire le kell fogynod. Igen, még egy-két kilót. Légy szíves, mondd már el ezt nekem, hogy egy családanya, akinek főzni kell a családjára, egy dolgozó nő, akinek napi szinten dolgozni kell, plusz edzeni kell, hogy a fenébe tud fogyasztani úgy, hogy még épp és egészséges maradjon? Hát időben el kell kezdeni a fogyókúrát. Hát odafigyelek, most nem fogok vacsorázni, hogy egy picit így visszaveszem a nasit is, ilyesmiket, akkor nagyon sokat járok szaunázni, és ugye az edzéseken most a tanodába edzek, ugye ott tanítottam már 2 éve, és most a Csóka Gyuszibával tartjuk az edzést, hogy ő tartja teljesen, mert hogy én is tudjak edzeni, és így segít nekem, hogy iskolázunk, nagyon szépen megcsinálták a tanodába a termet, van egy 100 négyzetméteres terem, tegnap felkerültek a zsákok, hogy most már lehet pörgetni is a zsákokat is, eddig nagyon sokat alapoztunk, hogy futottunk meg, olyan gyakorlatokat csináltunk. Szóval nem lesz gond lefogyni a versenyre? Nem, hát már csak egy 1,5 kiló hát van, hogy már. Ülve is. Majd kifújom a levegőt, és úgy állok a mérlegre. Beszéljünk erről az utolsó magyar bajnokságodról, mert én írtam rólad egy cikkecskét, és azt hiszem valami olyasfajt, tehát adtam címnek, hogy Melinda elbúcsúzott, de marad az ökölvívásban. Valami ilyesfajta jutott eszembe. Vegyük úgy, hogy elbúcsúztál, ugye lesz még egy ökölvívásban nincs kis verseny. Ugyanakkor a pofont osztanak a magyar bajnokságon is, mint bárhol máshol. Tehát lesz még egy versenyed. Hogyan tovább?
Hát vannak elgondolásaim, én kacérkodok a profival, de én nem tudom, hogy kihez forduljak az, hogy ne csapjanak be, én is jól járjak, meg azért jó is legyen nekem, hogy azért nem szeretném magam így szétveretni, hanem nem tudom még, hogy mi legyen, szponzort is kellene találni, hogy azért segítsen nekem, mert az embernek ugye nagyon sok kiadása van, hogyha kicsit jól meggondoltad te ezt a profi életet? Nem tudom, én egy évet ér rászállok. Rászállnál. El. Igen. Azért kipróbálnám magam, ha meg nem, akkor meg maradok edző. Hát ne is legyen hiányérzeted az ökölvívásban, tehát azt gondolom, hogy próbáld ki, ha megvan rá az esély, akkor tessék szépen kipróbálni magad ebbe a világba. Nem egyszerű világ, azt tudod, gondolom. Tudom, hogy várom a jelentkezőket, hogy ők ki tud segíteni. Biztos, hogy lesznek jelentkezők, mert ha valaki most a szembe foglak dicsérni, valaki meg te megérdemled. De eddig mosolyogtál, most azért légy szíves, mosolyogva mesélj nekem erről a magyar bajnokságról, mert előtte beszélgettünk, lent volt a edzésen is, Farkas Józsival is beszélgettem, és valahol úgy éreztem, hogy meg tudod koronázni a pályafutásodat azzal, hogy érmes vagy netalántán, kimondom, aranyérmes leszel a magyar bajnokságon. És ez nem sikerült. Szerencse, pech, rossz felkészülés, jó felkészülés. Mi volt az, ami meggátolt abba, hogy legalább a dobogóig eljuss? Hát ez egy nagyon összetett, mert ugye én mondtam, hogy amikor a Budapest bajnokságra készültem, akkor sokat felhívtak táborba, a olimpiai táborba, és ott tudtam kesztyűzni lányokkal. Akkor a zuglói boxklubtól is átjöttek a lányok, tudtam kesztyűzni. Nyáron én ilyen napközis táborban segédkeztem, és egy kicsit elfáradtam, és nem tudtam elmenni edzésre, hogy egy két hónap úgy kiesett nekem edzésileg, de versenyre elmentem. Szóval, hogy nyertem, szóval, hogy ezzel így nem volt gond, csak nem tudtam boxolni senkivel. És ha nyarat nézem, a nyártól senkivel nem boxoltam. Szóval ez rossz volt. Hiányzott. Igen, és szerintem az lehetett a gond, hogy nem volt tényleg egy igazi olyan felkészülésem. Fizikailag, lelkileg én felkészültem rá. Nekem nagyon sokat segítettek, mondom most a Csóka Gyuszibe, hogy nagyon sokat odafigyelt, hogy többet fussak, mert én nagyon nem szeretek futni. Technikákat, taktikákat megbeszéltük, hogy mit kell csinálnom, hogy nem volt gond, csak hogy nem tudtam csak versenyen boxolni. Ezt én értem, szóval csak tudom, viszont azt tudom, hogy az ellenfeled az egy langaléta volt hozzád képest. Igen. Azért én azt gondolom, hogy 180 volt. Valahány centi, hát magas. Hát majdnem 180, én meg nem vagyok 165. És nekem a Gregory Christian mondta, hogy jó, nagyon jó taktikát mondott, hogy zártan menni előre, és ahogy van lehetőség, akkor belepörgetni. Igen, ám én mentem, ilyen kamu balokat kilőtt, amit nem tudott eltalálni, de a jobb kézzel olyan egyeneseket tudott ütni, hogy muszáj volt zárt védekezésbe fölrakni a kezemet, és azzal ugye engem lefékezett. És újra elkezdtem dolgozni, megint kiütöttem, tehát megint nehéz fölraktam. Volt a 180 centi, nagyon, tehát az a 15-20 centi különbséget kompenzálni. Nagyon nehéz volt. Amikor be tudtam menni, és be tudtam egy picit így ugrani, akkor nagyon okosan lefordult rólam, hogy volt, hogy egy kicsit túlszaladtam. Ha a sorsolásod egy kicsit jobb, akkor lehet, hogy csak a végjátékba találkoztok, nem? Hát én a bronzéremre én számítottam, mert a másik ágon, ahol a sorsolás, ugye hogy szerencse, meg szerencsétlenség, hogy ott két lányt azt simán hoztam volna, és azért elmondanám, hogy nagyon erős volt ez a súlycsoport, hogy a 75-ben ketten voltak, de ott mind a kettő válogatott, magyar bajnok volt a Nagy Timi, ugye én 63-ban vele boxoltam, hát ő szerintem lehet, hogy 190 centi, szóval hogy eszméletlen magasak. Akkor 69 kilóban ugye nekem volt... A Vetró Gabi? Igen. A többiek nem voltak olyan magasak, de mindegyik válogatott, és volt tavalyi magyar bajnok, hogy én idén csak azoktól kaptam ki, aki két magyar bajnoktól, meg egy válogatott lánytól, aki olyan hosszú volt, hogy a létre fokáról kellett volna nekem boxolnom. És elmondanám, hogy 64 kilóba is
a szegedi Nagy Bianca boxolt, az is nagyon magas, hogy nekem tök mindegy lett volna, hogy melyik súlycsoportba boxolok, mert hogy annyira mindenhol magasak. Mindenhol nagyon magas ellenfelek lettek volna. A 64 kilót meg négy napig nem tudtam volna hozni. Mm. Én első nap 65-50-nel ruhába mérlegeltem be, hogy mesztelenül 65 kiló voltam, és nem tudtam volna négy napig hozni a 64 kilót. Akkor nagyon legyengülök. Viszont azt is tudom, hogy itt a magyar bajnokság, erről a magyar bajnokságról mégsem tértél haza kupa nélkül. Igen. Sanyi bácsi, Csetanyi Sándor, igen, ugye, átadott neked egy serleget, és hozzáfűzött valamit. Azt is tudom, hogy mit, mert megkérdeztem tőle. Nem az, hogy megköszönte, ez normális, hogy megköszönte, vagy nem, vagy 10-15 éven keresztül itt voltál az Ökölhívásban, ez természetes, persze, hogy megköszönte, ezt nem kell felkészülni egy ilyen beszédre. De nekem azt tetszett, amikor azt mondta, hogy számít rád, hogy maradsz az Ökölhívásban, sőt, mint több számít rád a ifjúsági junior ökölhívók felkészítésében. Igen. Ez azt gondolom, hogy ez nem kis dicséret. Igen. Hát volt szerencsém együtt dolgozni ugye a Balzsai Karcsi bácsival, hogy a Hamburgba kim voltunk egy versenyen, akkor tavaly kim voltam Bulgáriában egy világbajnokságon, és ugye ott lett világbajnokunk is, hát 75 kilogramban, azt hiszem, most nem akarok hülyeséget mondani, de nagyon jó, nagyon szeretek velük kijárni így meg felkészül, és ugye Tatára mindig felhívnak az edzőtáborba, és ott is számítanak rám, hogy ez nekem nagyon megtiszteltetés, vagy megtisztelő, és sajnos most így szeptembertől új munkahelyem van, és nem tudtam elvállalni most két vagy három ilyen felkészülést, mert hogy ugye van próbaidő, és ugye 3-4 hónap, azt hiszem december 31-én jár le a próbaidőm, és ilyenkor nincsen szabadság. Hát én azt gondolom, hogy a Sanyi bácsiék, Csötönyiék ezt akceptálják, és ezt pontosan tudják, hogy miről van szó, és hát ha te nem tudod, akkor én tudom, hogy azért nagyon számítanak rád. Köszönöm szépen. ez egy dopping neked, legyen neked az elkövetkezendő időkre, de nyugtass meg bennünket, hogy a lila-fehér szerelést azt nem veszed le. Hát a szívem az mindig ott dobog a lila-fehér táborban. Hát én meséltem neked, hogy én ebben a tanoda munkájában benne vagyok, ugye az Újpesti Cigány Önkormányzatnál működik ez a tanoda program, ahol hátrányos helyzetű gyerekeket tanítanak, és tartok ott egy sportfoglalkozást, 4-től 5-ig, akik ott oda járnak, és 5-től van edzés, és ott is azon is még dolgozgatunk, egy heti 3-szor, hétfő, szerda, pénteken el lehet oda látogatni, és akkor meg lehet tekinteni is, hogy milyen munka folyik ott, és ez egy közösségi ház, és próbálnak, majd lesz tánc is, hogy lesz kulturális ilyen műveltség, meg van egy kiállítás ott, szóval, hogy egy olyan közösségi házat hoztak ott létre, ami szerintem nagyon jó lesz, és nagyon jó működik is, őt Molnár Gábor István vezetésével, és neki is meg szeretném köszönni, mert hogyha ő nem lobbizik Csóka János Pál Balogarankának, hogy ha ők nem lobbiznak Újpesti Önkormányzatnál, akkor még nem lenne meg ez a terem, és ugye még nincs teljesen kész, mert öltöző és zuhanyzó még hiányzik, de már a termet tudjuk használni, és ez nekem már egy nagy boldogság, hogy van egy 100 négyzetméteres termünk. Te Melinda, itt a beszélgetés előtt azon gondolkodtam, hogy miket fogok kérdezni, miről fogunk beszélgetni. Azt kiderült az, hogy itt nekem nem is kell kérdezni, mert mesélsz, hála Istennek. És ebből a pár mondatból én azt vettem észre itt a beszélgetésünk végén, hogy nincs időd és nem unatkozol. Én kívánom neked, hogy nagyon kevés időd legyen, foglalkozzál nagyon sokat az önkormányzat által létrehozott alapítvánnyal, a tanodával, a gyerekekkel, az utéban, az ökölhívókkal, a fiaddal, a válogatottal, és legyen nagyon boldog az elkövetkező időkben, és hogyha összejön a profizmus, nagyon szólítunk neked, és dukkolunk érted. Nagyon szépen köszönöm, Gábor, nagyon aranyos vagy, köszönöm szépen.